Globálisan érezteti hatását a németországi, afrikai sertéspest is. Az Európai Unió első számú sertéshús exportőrénél szeptember első felében észlelték az első fertőzött esetet, ami miatt az ázsiai piac bezárult a német hússzállítmányok előtt. Az ennek nyomán kialakult helyzet a magyar sertéstartókat is negatívan érintette. A hazánkba is beáramló nagy mennyiségű német import ugyanis 350 forint körülire vitte le az élő sertés kilogrammonkénti felvásárlási árát. Ez a magas kukorica és szójárak mellett sokaknál okoz majd veszteséget, nyilatkozta egy ágazati szakember nemrég a Világgazdaságnak. Miután a multik előhűtött polcain és a gyártóknál is megjelenik alapanyagként az olcsó külföldi áru, a nagy hazai felvásárlók a saját áraikat is kénytelenek a németországiakhoz igazítani. A folyamat tehát a belső piacra is hatással van, a magyar sertés ára is elkezdett csökkenni. Mivel a dömping várhatóan nem szűnik meg rövid időn belül, lényeges áresésre lehet számítani, mondta el megkeresésünkre az egyik nyíregyházi kereskedő. Mindenféleképpen a vásárlók is profitálni fognak nálunk is, mert amennyiben a élő sertés ára ilyen tendenciába fog csökkenni, így a kereskedelmi ára is, mert nálunk csak magyar húst található, ennek következtében természetesen csökkenni fog a pultban az eladási ár is jelentősen. Ezt a hazai húszszövetség elnöke is megerősítette, aki szerint aggasztó, hogy a német sertés ágazat 500 000–1 millió sertés tol maga előtt, és ha ez a mennyiség rászabadul a német vágóiparra és az uniós piacra, annak további jelentős áresés lehet a következménye a boltokban is. A féldisznó esetében a vásárlók egyébként az elmúlt hónapokban nem tapasztalhattak ilyet. Jelentős csökkenés, azt mondom nem, tehát egy ilyen 5%-os csökkenés volt jelen pillanatban, de várhatóan most nem tudom megítélni, hogy a karácsonyi forgalom miatt mennyire halmozódik fel a termelés, tehát a kizallágva termelés, és ez ösztönzi a húsárának ugyebár esetleges csökkenését, tehát ezt nem tudom megítélni, de hogyha ez bebúrjánzik, tehát akkor valószínűleg egy rövid időn belül további jelentős húsárcsökkenés várható. Idehaza egyébként mintegy 30 kg a fejenkénti éves sertéshús fogyasztás beleértve az ilyen készítményeket is. Azt, hogy az évek óta emelkedő tendencia a jövőben is folytatódjon, és hogy minél több hazai sertéshúst tegyünk, rendszeres kampány is segíti.